Pünkösd ünnepe a húsvét utáni hetedik vasárnap és hétfő. A kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli ezen a napon. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének felső foka. Jézus tanítványaira és az apostolokra ezen a napon árad ki. Mivel pünkösd ideje a húsvét utáni 50. nap, ezért pünkösd vasárnap legkorábban május 10-én, legkésőbb pedig június 13-án lehet. A pünkösd ünneplése egyidős az egyházzal, az apostolok idejéből való. Május hónapot pünkösd havának is nevezik. Pünkösdkor elsősorban a Szentléleket ünnepeljük, aki a Szent Háromság három személyéből, ugye a harmadik Atya, Fiú és a Szentlélek. Igazából a Szent Háromságnak a tanítása az lassan kristályosodik ki, az Ószövetségben is megjelenik, igazából tisztán utólag értjük meg az ószövetségi utalásokat. Aztán az Új Szövetségben is találunk rá verseket, de az első keresztény hitvallásokban, első keresztény imákban fogalmazódik meg, és aztán jelenik meg az evangéliumokban is, főleg a keresztelési parancsban, amikor azt mondja Jézus, hogy menjetek el és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát itt, amikor már kifejezetten a Szent Háromság említése történik, tehát az az első időszaknak az eredménye, vagy tanítása, Krisztus tanítása, a kikristályosodása. A pünkösdkor a Szentléleket ünnepeljük, hogy miért éppen ekkor, mert ugye Pentekosztész 50, azért nevezzük pünkösdnek, tehát ebben az 50-es szóból jön, Krisztus föltámadása után 50 nappal történt ez az esemény. A föltámadás után 40 nappal ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, és arra rá 10 nappal pedig pünkösdnek az ünnepét. És ez az ünnep, sok tartalma van. Talán az egyik fontos tartalma az egyháznak a születése. A kezdeti keresztény közösség ekkor formálódik igazán közösséggé, akkor lesz egyé, kapja meg minden jelenlévő, ugye az apostolok cselekedetei szerint kb. 120-an lehettek ott, a Szentléleknek a segítségét, és ezt ünnepeljük pünkösdkor. Ugye nehéz itten külön üzenetet és lelki tartalmat külön választani. Az üzenete az, hogy vannak, hogy kicsit teológus leszek, ugye vannak az Atya, a Teremtő, tehát ezek tulajdonítások. Jézus a megváltó, és a Szentlélek pedig a létben tartó. Tehát, hogy amit megkaptunk az Atyától, a Fiútól tanításban és lehetőségben, abban erősít meg bennünket. És a Szentlélek az, amelyik, aki ugye mindig jelen van az életünkben, mindig közöttünk van, és aki erőt ad ahhoz, hogy annak a tanításnak a tartalmát meg tudjuk valósítani. Ugye már Platón azt mondja, hogy a létezés legtökéletesebb formája a személy. És az előbb mondtam a tulajdonításokat, most pedig a származtatásokat, Atyától, Fiútól, az Atyától öröktől fogva származik a Fiú, és az Atyától és a Fiútól származik a Szentlélek. Ez a bizonyos filiókve kérdés, de ebben ne térjünk ki. Származik a Szentlélek, és az Atya és a Fiú között levő szeretet, mivel olyan tökéletes, ezért megszemélyesítődik öröktől fogva, és úgy van közöttünk. Tehát az Atya és a Fiú szeretete az, ami közöttünk van, és aki létben tartja a világot, és lehetőséget ad nekünk, hogy meg is valósítsuk Krisztus üzenetét.